Ovisok énekelnek Dél-Törökország egyik menekült táborában. Alig pár kilométerre vagyunk a szíriai határtól, csak ebben a táborban 850 ovisra vigyáznak az óvónők. Ők mind szíriai menekült gyerekek, és most 4 évesek. Hogy a kommunikáció könnyebben menjen, megtanítják őket törökül, az óvónők pedig megtanultak arabul. Az iskola igazgatója büszkén mutatja meg az intézményüket, bár az igazgató török származású, a tanári kar 90%-a szíriai. A menekültek között toboroztak pedagógusokat, és havi 5-600 dolláros fizetést adnak nekik azért, hogy foglalkozzanak a menekült gyerekekkel. Burası Öncükpınar kampında. Másfél éve nyitottuk meg ezt az óvodát, és a legfontosabb célunk az volt, hogy segítsünk azoknak a gyerekeknek, akiket megviseltek a háború borzalmai. Csak a 4 évesek száma majdnem 1500. Ők 1-2 évesen élték meg a háború és a menekülés borzalmait. Hihetetlen pszichés traumákat éltek át ezek a gyerekek mögöttem. Most azon próbálunk segíteni, hogy fel tudják dolgozni a háborús élményeiket. A rendszer úgy működik itt nálunk az óvodában, hogy van egy délelőtti csoport reggel 8-tól délután 2-ig, és utána következik a délutáni csoport este 7-ig. A 480 ovisra 7 óvónő jut, illetve alkalmazunk önkéntes segítőket is. Természetesen ők fizetést kapnak ezért a munkáért. A legfontosabb célunk, hogy megpróbáljuk elfelejtetni a gyerekekkel a háborús élményeiket. Egyfajta pszichológiai rehabilitációt végzünk. Úgy gondolom, hogy sikerült egy igencsak gyerekbarát óvodát kialakítanunk, és azt hiszem, minden feltétele megvan annak, hogy tudjunk segíteni a gyerekeknek. De nézzük a nagyokat. Ők 18 évesek. Éppen az érettségire készülnek, májusban ők is 8 tantárgyból vizsgát tesznek. Angolul mindenkinek tudnia kell. A tanárúrral most a múlt időt gyakorolják. 2000 gimnazistánk van ebben a táborban, és 100 pedagógus foglalkozik velük. 90 szíriai tanár és 10 török. A török tanárok nem csak a gyerekeket tanítják, hanem minket is, tanárokat. Mi ezért fizetést kapunk a török kormánytól, hogy itt foglalkozzunk a gyerekekkel. Én gimnáziumi tanár voltam a szülőföldemen is, Szíriában. A feltételek megfelelőek, van könyv, füzet, ceruza, toll, szóval minden, ami az oktatáshoz kell. De igazán akkor leszünk boldogok, ha visszamehetünk Szíriába. A rendszer azért egy kicsit más, mint Európában. Bár koedukáltak az osztályok, a terem egyik felében ülnek a fiúk, a másik felében pedig a lányok. Ez itt természetes. Szíriában is pont így ülnek a diákok a gimnáziumban. A tanár úr arról mesélt, hogy bár ezek a gyerekek biztonságban vannak itt a menekült tábor iskolájában, mégis nap mint nap szembesülnek azzal, hogy milyen trauma érte őket a háború sújtotta Szíriában. Nagyon nehéz arról beszélni, hogy a gyerekek milyen lelki állapotban vannak. Mondok egy rövid példát. Egy héttel ezelőtt éppen házi feladatot írtunk, és miután közel vagyunk a szíriai határhoz, éppen átrepültek fölöttünk a török légierőgépei, a gyerekek pedig azonnal elkezdtek sírni. Arra gondoltak, hogy ismét Assad elnök vadászgépei és az orosz bombázók jönnek azért, hogy lelőjék őket, ezért sírtak a gyerekek. Ez 1-2 hete történt. Nagyon nagy problémát jelent az, hogy néhány gyerek már 2-3 éve itt lakik a menekült táborban. Nem jártak iskolába, viszont amikor ők becsatlakoznak itt az oktatásba, akkor nagyon nehéz őket felhozni, bekapcsolni őket az oktatásba. Homs városát teljesen elfoglalták a kormányerők. A régió északi részén, ahonnan én is származom, ott szunniták élnek. A kormányerők arra próbálják őket rávenni, hogy meneküljenek el, és hagyják el az otthonukat. Bashar al-Assad síitákat akar oda költöztetni. Ott békés emberek élnek, akik demokratikus választást akarnak Szíriában. Ezért, illetve azért, mert szunniták vagyunk, el akarják őket üldözni. 10 nappal ezelőtt ismét bombázták őket az oroszok, 11-en haltak meg köztük, nők és gyerekek. Amikor hallották, hogy jönnek a vadászgépek, akkor a nők kiszaladtak a gyerekekért az utcára, de a vadászgépek direkt közéjük lőttek, és így haltak meg. Én úgy gondolom, hogy a pilótának látnia kellett, hogy ott nők és gyerekek vannak, mégis közéjük lőtt.
Csak ebben az egy támadásban 11-en haltak meg. Átlagosan egy menekült táborban 3-4 ezer gyerek jár iskolába. Az intézmények igazgatóinak nem csak arra kell odafigyelniük, hogy az oktatás színvonala megfelelő legyen, hanem hogy segítsenek a gyerekeknek feldolgozni a háborúban szerzett traumákat is. Külön pszichológusokat és szakembereket fizet a török kormány azért, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel. Több tízezer szíriai menekült gyerek van most Törökországban, akik szemtanúi voltak gyilkosságoknak és kínzásoknak. Olyan oktatást próbálunk szervezni itt a táborban, hogy a gyerekek ne szenvedjenek semmiben hiányt. A mi iskolánkban körülbelül 2000 diák tanul, a legfiatalabbak 4 évesek, az óvodában a legidősebbek pedig 18 évesek. Ők most készülnek az érettségire. A legnagyobb nehézség egyébként, hogy olyan gyerekeket kell, hogy tanítsunk, akik háborús övezetből érkeztek. Viszont a tanárok 90%-a szíriai, hiszen a menekültek között rengeteg pedagógus volt, és belőlük összeállítottunk egy tanári kart. Így tudtuk működőképessé tenni az iskolánkat. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a szíriai tanárok megértik a gyerekeket, hiszen egy országból érkeztek, és azt is pontosan értik, hogy milyen megpróbáltatásokat kellett átélniük ezeknek a gyerekeknek. Ez számunkra is egy hatalmas kihívás volt, hogy hogyan kell olyan gyerekekkel foglalkozni, akik háború sújtotta országból érkeznek. Amit emberileg lehetett, mi mindent megtettünk. Olyan, mintha egy normális óvodában lennénk. Ehhez képest ezek a gyerekek mind menekültek. Ők 5 évesek, és már 4 éve ebben a menekült táborban élnek. Az iskolák bár eredendően török vezetés alatt működnek, megpróbálták a szíriai rendszert egy az egyben áthozni a török menekült táborokba. Az iskola igazgató arról mesélt, hogy a diákok érettségijét is elfogadják a török egyetemeken. Így, ha valaki jó eredménnyel érettségizik, akkor felvételt nyerhet valamelyik török egyetemre. Az pedig külön érdekesség, hogy a török nyelvtanulást nem tették kötelezővé a menekült táborokban. A szíriai diákok és tanárok önkéntes alapon dönthetnek arról, hogy szeretnének-e törökül tanulni. Az iskolákban egyébként a legnagyobb problémát az jelenti, hogy most is folyamatosan érkeznek új menekültek Szíriából, akiknek a többsége az iszlám állam kegyetlenségei elől menekült el. Ezek az iskolák viszont most is szinte 200%-ig telítettek, ezért az intézmények vezetői igen nehezen tudják megoldani, hogy az újonnan érkezett diákokat hogyan kapcsolják be az oktatásba. A török kormány jelenleg azt tervezi egyébként, hogy a különböző sátor és konténer táborokban újabb iskolákat nyitnak az érkező gyerekek számára. Hihetetlen, de minden menekült táborban külön foglalkoznak a szellemileg sérült gyerekekkel is. Tanárok és konduktorok tartanak nekik speciális képzést. A nyelvi akadályokat pedig úgy hidalják át, hogy a török tanárok arabul tanulnak. A szíriai pedagógusok pedig török órákat vesznek. 4 pszichológussal dolgozunk a gyerekekkel, 2 szíriai, 2 pedig török. Ebben a táborban 11 hátrányos helyzetű gyerekünk van, akikkel minden nap foglalkozunk. Van köztük autista és dankóros is, és van 3 gyerekünk, aki szellemi fogyatékossággal született. Az ő ellátásukról is gondoskodunk. A foglalkozások reggel 11 órakor kezdődnek, és délután 3 óráig vannak itt az iskolában. A legfontosabb célunk, hogy megtanítsuk őket arra, hogy napi szinten el tudják magukat tartani, tehát gondoskodni tudjanak magukról. Most délelőtt éppen azt tanulják a gyerekek, hogyan kell evés előtt kezet és arcot mosni, és megpróbáljuk őket megtanítani, késsel villával enni. De nem csak az iskolában foglalkozunk velük, hanem délután hazakísérjük őket, vagy a sátrakba, vagy a konténerekbe, és ott is segítünk nekik megtanulni a legfontosabb feladatokat, hogy el tudják látni magukat. Rengeteget foglalkozunk a gyerekekkel, sokaknak még azt is meg kellett tanítani, hogy hogyan koordinálják a szem és kézmozgásukat. Akik pedig egy kicsit előrébb tartanak, őket írni és olvasni próbáljuk megtanítani. Sőt, még arra is odafigyelünk, hogy az arab mellett a török nyelvet is megtanítsuk nekik. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a török menekült táborokban fantasztikus munkát végeznek a pedagógusok. Összesen több mint 400 ezer gyerek oktatásáról gondoskodnak Törökország 23 menekült táborában. Mindezt teszik úgy, hogy mind a gyerekek, mind a pedagógusok évekkel ezelőtt kényszerből hagyták el az otthonaikat. De mindannyian úgy gondolják, hogy a jövőjük csak akkor lehet biztosított, ha tanulnak és tanítanak. Az általunk megkérdezett diákok és tanárok mindannyian azt mondták, abban reménykednek, hogy nem sokára béke lesz Szíriában, és rövid időn belül hazatérhetnek. Ott pedig saját iskolájukban folytathatják a tanulmányaikat.